Bum, sziasztok! Én Cool vagyok! Ez pedig ismét egy modellezés az alapoktól tutoriál videó amiben megmutatom nektek a freeze és a hide funkciókat Ez egy picit lehet, hogy összetettebb több mindenre kell majd figyelnetek de hát muszáj előbb-utóbb ide is elkanyarodni. Igaz, hogy össze-vissza megyek, de az a baj, hogy annyi annyi rész, rész feladat feladaton is próbálom a fontosabbakat ugye először azokat felvenni, aztán utána a... a hát, valójában ugyanolyan fontosakat, de azok szerintem kevésbé ö, lényegesebb részei egyelőre a tanulási folyamatotoknak. Mert ugye nyilvánvaló, hogy bizonyos dolgokat kevésebb szer fogtok használni, és bizonyos dolgokat pedig sűrűbben többször. Ilyen például a hide is, és a freeze is. Ugye nyilvánvaló, hogy ha valaki tud angolul, ha nem tud, akkor mondom, a hide az ugye eltüntetés, eltűnik, stb. Illetve a freeze, az pedig a megfagyasztás, lefagyasztás. Jelen esetben kezdjük a freeze A freeze az nálunk annyit tesz, hogy megfagyasztani a modellt, hogy ne tudjunk hozzá nyúlni. Tulajdonképpen így tudnám jellemezni. Uh, legyünk fel egy boxot, szokás szerint az úgy nagyon menő, oké, okay. ugye ezt most így szépen tudjuk mozgatgatni, ahogy mi szeretnénk, uh, igen lesz majd egy videó egyébként a hotkeyekről is, hogy mit, mivel tudtok elérni, amik hasznosak, legalábbis amiket én ugye használok nap mint nap a Maxon belül, oké, okay. uh, gombokat ugye, gyors gombokat, billentyűzet, egér, stb, oké. Okay. Itt van nekünk egy box, tudjuk mozgatni, hát ez így nagyon jó. De ha mondjuk ti autót modelleztek, és van egy blueprint, vagy akár embert, és ahhoz használtok valami mintát, arányokat, bármit igazából, és nem szeretnétek, hogy ahhoz ti hozzá tudjatok nyúlni, vagy akár van a háttérben ugye egy gömb, amire mondjuk HDR-t vetítettetek, nem tudok beszélni. Tehát, hogy ugye ne tudjunk azért minden hülyeséghez hozzá nyúlni, mert elcsúszik nem jó, nem, nem lesz az úgy jó, nem megfelelő, akkor a következő a teendő, jobb gomb, freeze selection, tehát amit ki van jelölve, azt freeze így. ígyni. Ezzel most nagyon jó, de hogyha ezen volt egy textúra, tehát most nem tudunk ugye belekattintani, ez így nagyon hasznos, mert hát ugye tényleg nem tudjuk arré pakolni. Ezt így fel tudjuk oldani az Unfreeze oldal Ez mindent, mindent, amit a jelenetben eltüntettél, az le, fő, hát visszafagyaszt, ugye elérhetővé tesz. Most már újra tudjuk mozgatni. Így. -ni. Hogyha ezen van nekünk egy textúra, jelen esetben hát rátok húzni egy ilyen valami textúrát, nem? Unfreeze. Ráhúzzuk erre a képre. Most ez van ugye rajta. Nagyon jó. Van rajta valami, nem nem le, meg semmi. az nektek még egyelőre is lényegtelen. Ide jövünk, hogy uh, freeze selection, és látjátok, eltűnt róla a textúra. Ez akkor probléma, ugye, hogy mondjuk uh, beraksz tényleg egy blueprintet, tehát egy tervrajzot vagy akármit, és te arról néznéd, mondjuk front nézetből, hogy az autónak itt van mondjuk a kereke, ugye? És hát, hogyha le van freeze-elve, akkor ugye nem látod. Erre a következőt kell csinálni jobb gomb, tehát ki van jelölve az object, jobb gomb, object properties, rákatintasz, itt bejön nagyon-nagyon-nagyon sok minden, ezekre is majd valószínűleg ki fogunk térni egy másik videóban. Na, de szóval, annyit kell csinálni, hát ugye, itt is be tudjuk állítani, hogy legyen lefrizelve nekünk az object, vagy legyen elhájdolva, nem szoktam ezeket itt használni, hogy ez megszokás kérdése igazából, itt adhatunk neki másik nevet, Értelemszerűen másik vertex color. Ez vertex kolort? Nem biztos. Hát, de szerintem ez a vertex colorja. Mindegy, ez lényegtelen. De viszont oda megyünk itt, hogy show frozen in gray. Tehát, hogyha le van fagyasztva, akkor szürke lesz. Hát ezt ugye nekünk nem kell, tehát ezt visszapipáljuk ígyni. Oké. Okay. Most itt a többire nem térek ki, mert ez nem az a rész. Így, né? Most nem változott semmi, újra le kell frizelnünk és most lefrizeljük akkor megmaradt a textúrája, csak nem tudunk belenyúlni. Látjátok, ez rendkívül nagyon kúvára hasznos. Látjátok, működik a dolog. Oké. Okay. Aztán másik dolog, jobb gomb, hide selected. Úgyhogy, ha mondjuk te ezeket nem, nem, tudom, én van 65 000 objected vannak fáid, van 20 millió poligonos fáid vannak, és nem szeretnéd, hogy minden másodpercben ott legyenek, mert fogják a gépet, erőforrást tesznek, stb. És te azokon nem akarsz ugye dolgozni. Tehát most képzeld el, van ebből mondjuk így 200 dobozom. Hát jó, most simán bírja a gép, mert ezek pár grammos dobozok, tehát nem egy, nem egy ugye világ megváltó dolog, de ha már ezt így lemásolom, és ebből csinálok mondjuk hármat, még, még ezt is bírja. Akkor ezt így másoljuk lemondjuk, mondjuk itt tudom. Hát igen, az látszott, hogy azért ott szenvedett. Most ezen már gondolkodik. Látjátok, itt már azért ugye gondolkodik, hogy, legyen. Levesszük sédedre, jó. Látjátok, itt szépen működik a dolog azért, de hát azért látszik rajta, hogy azért picit, picit úgy beszaggatgat hát a max. Megfogjuk, így mondjuk, mit tudom én, Ugye ez a lista, amit a fele fa, mondjuk képzeljünk, el, nagyon nagy képzelő kell a modellezéshez. A fele mondjuk nekünk fa, vagy mondjuk tényleg a három negyede is még fa. Tehát majdnem az egész rész ez fa, és mi csak itt az első sorokon szeretnénk dolgozni, akkor ezt így megfogjuk, kijelöljük, kontrollal, balegér gomb, így, jobb gomb, hide, selected, és akkor már is sokkal gyorsabban, gördülékenyebben tudunk dolgozni egy-egy poligonnal, amivel ténylegesen akarunk. Ha megmondjuk nekünk ez nem kell, akkor simán delete, és akkor hopp, az ott eltűnt, nagyon jó, tudunk megfelelően dolgozni. Így, ni. most unhide old. nagyon jó. A másik dolog, hogyha mit van nekünk, ez is még hozzátartozik a hide részhez, ha itt van nekünk egy darab object, és mi csak rajta szeretnénk most dolgozni, tehát hogy vele van nekünk most munkánk, mit tudom én, van egy van egy szoba, és abban mi szeretnénk csinálni egyetlen egy tárgyat, modellezni, dolgozni rajta valami, akkor annyit csinálunk, hogy rákattintunk arra az egy tárgyra, vagy mit tudom én, amit létrehoztunk éppen, új objektet, így, rákattintunk, és Alt-Q, és így szépen minden mást elhájdol, amit csak találsz, tehát az összes jelenetben lévő tudat elhajdolja és nagyon szépen működik a dolog. Illetve, még... Hol van? Itt, itt, nem, nem itt. Annyira sokat használom, hogy fogalmam nincs hol van. Itt van, megtaláltam. Ja, csak ezt figyeltem. Uh, hide by category. Itt a display alatt. Uh, itt be tudod állítani azt, hogy alapból mit jelenítsen meg neked a viewport. Tehát, hogy mondjuk hogy én ide rakok le, nem kell nézni, ez teljesen felesleges, raktam ide egy lámpát, meg rakok mondjuk ide egy helpert, de mondjuk ez egy helper, nagyon jó, majd ezzel is kitérünk, hogy mi ez, és ez lényegtelen egyelőre. És hogyha és nem szeretném látni állandóan a fényeket, vagy akármi mást, hogy megfogom, és ezt itt bepipálom, és ugye azt értelemszerűen eltünteti, ugyanúgy, mint mondjuk a helperemet is eltünteti, vagy ha lenne benne kamera, akkor ugye azt is, de például itt el tudom tüntetni a geometriát is, és akkor ezek sincsenek ugye itt a jelenetben, vagy én úgy csontokat, partikulokat, különböző egyéb dolgokat, ugye formákat meg lehet oldani. Jó, hát frozen object. Aha, frozen object, tehát most ezt lehajdalom, lefrizelem, bocsánat. Így -ni. És ide nyomok, hogy itt van, hide frozen object, akkor pedig a frozen tárgyakat tünteti el, amiket ugye lefagyasztottunk, hogy ne tudjunk hozzájuk nyúlni. Uh, freeze unselected, freeze by name, hát ez is nagyon hasznos, ugye itt kapunk egy ilyen listát, hogy mit tudom én, beírjuk, hogy box, és akkor kikeresi nekünk az összes boxot, és akkor kijelölöd, shift, freeze, és akkor megvan így oldva, jó, most ez gondolkodik, de meg is csináltam, nem tudok hozzájuk nyúlni, mert azt úgy meg lehet oldani. Freeze by hit, az is nagyon jó lehet esetleg, unfreezolt. Tehát a freeze by hit azt gondolom azt jelenti, hogy ez folyamatos működik, és amire rákattintok, azt így le, és most ha ezeket kijelölöm, ugye csak azt tudom kijelölni, ami nincs lefrizelve. ezt így nem használtam, de így is működhet, tehát meg úgy is működhet, hogy kijelölsz mondjuk 3 négyet, jobb gomb, freeze selection, tessék, és működik, és most már csak ezeket tudjuk cipelni. Jó, freeze by hit, oké, okay. hát most ezek szerintem teljesen jók. Freeze by name, ugye, Freeze unselected, most mindent kijelöl, ugye, ami nincs, nincs. Tehát meg, hát ennek mi értelme, azt nem tudom, biztos, hogy nem így használnám. Ez ilyen fordított programozói balfasság. freeze unselected, most mindent kijelöl, ugye, ami nem selected. Ergo, ebből az összesből, én most csak, azt a hármat fogom tudni megfogni. Ö, jó, nem mondom, hogy hülyeség, mert lehet, lehet olyan, hogy ez nagyon hű, nagyon hasznos. Ö, én mindig úgy csináltam, hogy vagy kijelölgettem, vagy pedig, ha egy volt, akkor jobb gomb, freeze, selected, jobb gomb, freeze, selected. Tehát, hogy vagy ugye kijelöltem így, és akkor az egészet freeze, selected. Tehát, hogy nem, nem volt ezzel ilyen problémám nekem. Jó, és mutattam az alt kút is, ugye, amivel csak egy objektet tudok görcs, górcső alá venni, illetve uh, még nem tértem ki, mert láttátok már azt a videót, hogy felkerült, még nem tudom, valószínűleg fel fog kerülni egy hierarchiás videó is, amiben megmutatom a kapcsolatokat, különböző objektek között, hogy lehet hierarchiát létrehozni, alakítani, de például, ugye ez uh, max verziótól is függ, hogy ebbe hol, van-e benne hierarchia, vagy be kell külön kapcsolni, stb. stb de az a lényeg, ugye itt is lehet a lámpácskákkal hájdolni tárgyakat, tehát ezzel is megoldható. Így lehúzzuk, jobb gomb, és hát uh, egy kip, ezt. Így, lámpion, és akkor puff, és akkor hopp, azok még eltűntek. És ugyanúgy, unhide all vissza lehet hozni. Nagyjából, hát ez ennyi volt ez a tutorial most már van egy kis rálátásatok tényleg, hogy ez így hogy működhet, hogyha esetleg specifikusan egy-egy tárgyal szeretnétek dolgozni. Alt Q, jó, hogy mindent kiír a is, szóval azt úgy látjátok akkor. Jó, rendben. Valami kérdés, óhaj, sóhaj van szokás szerint, ugye, mit tudom én, Facebook, Youtube, amit szeretnétek, komment, like, minden, mindenféle, amit, amit gondoltok. Én kóvoltam. voltam ez pedig egy modellezünk, 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 az alapoktól rész. Ja, mi is volt benne? Ja igen, hide meg freeze. Ja, ja. Sziasztok!